hogyan alakult ez ki, hogy van egy csomó jobboldali párt, de akkor a Fidesz lesz ennek a vezére tulajdonképpen. Ugye el kell választani. 94 és 98 között mi a polgári együttműködést támogattuk. Ha őszinte akarok lenni nagyon, kétségtelen, hogy néhányunk és az Orbán Viktor között kialakult egy elég szoros politikai és baráti együttműködés. Ami hát kétségkívül azért elsősorban a Fideszre vonatkozott. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy a Fideszt mintegy kiemeltük volna a polgári pártok közül, mert hiszen épp az együttműködés volt a fő célunk. De hát én úgy érzem, idővel egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy a polgári együttműködésnek a miniszterelnök jelöltje, még egyelőre ott tartunk, az Orbán Viktor lesz. Hát ezt meg is hirdettük, tehát nem volt itt semmiféle kétség. Korábban fölmerültek esetleg más nevek is. Nekem akkor nagyon határozott álláspontom volt egyébként, ebben legalábbis nagyon határozott álláspontom volt, és azt mondtam, hogy a politika politika, a politikát professzionális politikusoknak kell csinálni. Nem arról van szó, hogy X vagy Y, arról van szó, hogy aki a politikát csinálja, annak kell vállalni az ország vezetésének a politikai felelősségét. Visszatérve erre a kérdésre, szerintem 95-6-tól kezdve azért az egyértelmű volt, hogy nekünk van egy miniszterelnök jelöltünk. Mi, ez a bizonyos antalliánus csoport, ha szabad őket így neveznem, Mádl Ferenc, Granasztói György és még mások, mi egyértelműen arra jutottunk, hogy ha Antal Józsefnek úgymond utódot kell keresni, akkor az senki más nem lehet, mint Orbán Viktor. Ezt tulajdonképpen már azt kell mondjam, többünkben 93 végén nagyjából világossá vált. Kétségtelen, hogy én 93 közepétől, végétől kezdve egyre jobban láttam, hogy itt most már ez az egyetlen lehetőség. És amikor a Fidesz, hát egy hajszál hiány bejutott a parlamentben, mert 7%-ot kaptak, és utána rögtön leültünk Orbán Viktorral egy pár nappal később, hát a külügyminisztériumhoz közeli kis kocsmába, akkor világos volt, hogy akkor most ezt kell kezdeni. El kell indítani, és valahova el fogunk jutni. A Fidesznek valóban volt egy különleges szerepe. Na de azt azért lehetett látni, hogy 7%-os párttal itt most nem lehet mit csinálni. Hát ezért kellett többek között az, hogy legyen egy legalább az a három párt. Az összesen volt 21%-a, vagy 22%. Belül is kérdeztem, hogy rengeteg széttörözött párt volt, akik egymással is viaskodtak. És a párton belül is, a KDNP-re utaltam, tehát attól nem volt tiszta, hogy most egyáltalán ők bejönnek ebbe, aztán bejöttek, de hát azért az egy nehezebb időszak volt sokkal. És az, hogy végül is a Fidesz kapott 28-29%-ot, és meglett a koalíciós többség, hát azért egy... Az egy kemény. Igen.